Oh, shit,
Igazából teljesen igaza van, mert az első percben már a Patak vezetést szerzett. Rövid időn belül megduplázták az előnyüket. A félidő vége előtt sikerült szépítenünk, 2-1-jel fordultunk, onnantól kezdve a csapatom úgy érzem, hogy felvette tényleg a kesztyűt. Nagyon jó játékot produkált, sikerült egyenlítenünk, és sajnos egy védelmi hibából a Patak, vagyis a bajnok csapat megszerezte a győzelmet, közel álltak a győzelemhez, nagyon sok helyzetet kidolgoztak, a védelmünk és a kapusunk azért a helyzet magaslatán volt, úgyhogy megkeserítettük szerintem a dolgokat, megharcoltak az aranyérmükért, még egyszer gratulálunk nekik, egy nagyon egységes csapat benyomását keltették, sportszerű mérkőzést játszottunk. A kiállítás gyakorlatilag az két figyelmetlen belépés volt, de a játékvezetőnek a ítéletei azok helyén való voltak. Még egyszer gratulálok a Pataknak a
bajnoki címhez, a Deiternek az ezüstéremhez, és a Vatkertnek a bronzéremhez. Tudtuk, hogy az utolsó mérkőzésünkön fog eldőlni a bajnoki cím, így is készültünk erre az összecsapásra. Azzal is tisztában voltunk, hogy az ellenfél nem fogja könnyen adni magát. Sikerült két gólos előnyre szertednünk a félidőbe, de ezt gyorsan kiegyenlített az ellenfél. Aztán a végét, az utolsó fél órát meg tudtuk nyomni, aztán még egy gólt tudtunk szerezni, mellette számtalan helyzetet kihagyni, de én úgy gondolom, hogy megérdemelten győztünk, és végül is szereztük meg a bajnoki címet ezzel.